Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, a vonalban Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Küldött nekem egy e-mailt, felolvashatom, vagy inkább elmondja a saját szavaival? Hát be akartam önnek számolni, ugye nem is tudom, mikor beszéltünk. Szerintem hétfőn. A hét elején az itteni képviselői fizetésemelések, vagy illetményemeléseknek a sorsáról, ugye akkor aznap már tudott volt, hogy minden előterjesztő visszavonta ezt a javaslatot, és ugye összesen 10 voltak, és aznap vagy előző este érkezett önhöz a 10. embernek a visszavonó nyilatkozata. Igen, igen, így volt. És hát tegnap volt a képviselőtestületi ülés, amelyre ezt a javaslatot eredetileg beadták. Ugye itt már nem szerepelt a tegnapi ülésen képviselői illetmény alapra vonatkozó emelési javaslat, viszont a törvényváltozás miatt, a decemberi parlamenti döntés miatt az alpolgármesterek illetményét meg kellett emelni. Összesen hányat? Nálunk összesen csak 2 alpolgármester van, abból is az egyik társadalmi megbizatású, a Döme Zsuzsanna, a Kétfarkú Kutyák társelnöke, és egy főállású alpolgármesterünk van, ellentétben nagyon sok kerülettel, ahol 4, sokszor 5 alpolgármester is van. Igen, ez a 11. kerület. A koalíciós pártok nem csak ott, második kerületben, több kerületben, hát nem 2, de legalább a duplája az alpolgármesterek száma. Tehát ezt a javaslatot ugye be kellett nyújtani a törvényi változás miatt. Ezt a törvényi változást nem automatikusan kell végrehajtani az önkormányzatnak, hanem ezt jóvá kell hagyni a képviselőtestületnek? Azért kell jóvá hagynia, mert ebben enged a törvény a képviselőtestületnek átad jogot, mégpedig annyiban, hogy az alpolgármesterek illetményét a polgármester illetményének 70% és 90% közötti sávban a testület állapítja meg. A törvény azt a kikötést tartalmazza még, hogy ez viszont nem lehet kevesebb, mint a polgármesteri illetmény 70%-a. Ezt értem, de ugyanebbe a körbe a polgármester fizetésének a megállapítása nem tartozik, tehát az ügyben a képviselőtestületnek nincs szava, vagy van? Nem, nincsen, mert a törvény most még a korábbiaktól is eltérően, összegszerűen állapította meg a polgármesteri illetményt, tehát ebben döntést már nem lehetett hozni. Mi volt egyébként az előterjesztésben a ferencvárosi alpolgármesterek javadalmazásának emelése ügyében? Én ugye az alpolgármesterem, a főállású alpolgármester illetményét 90%-os mértékben javasoltam megemelni a testületnek, ezt meg is indokoltam a képviselő testületi ülésen, sőt a testületi tagok is, hát szuperlatívuszokban beszéltek az alpolgármester teljesítményéről. Legyen neki neve. Reiner Rolandnak hívják, és az LMP által delegált alpolgármesterről beszélünk, aki egyébként képviselő is, tehát egyéni képviselő az egyik ferencvárosi körzetben. Tehát én mivel az eddigi munkájával kifogástalan volt, rendkívül nagy hatékonysággal, rendkívül jól dolgozik egyébként ugyanúgy, mint a másik alpolgármester, Döme Zsuzsanna, ezért természetesen 90%. És a Döme Zsuzsa emelését ön mennyiben javasolta? Döme Zsuzsannának a főállású, tehát a Reiner Roland alpolgármester illetményének az 50%-át javasoltam, ami hát azért messze nem éri el ezt az összeget, ez összesen bruttó 585 000 forint, amit én javasoltam. A képviselőtestület mindkét javaslatot leszavazta. Milyen arányban? Hát, gyakorlatilag, hát ugye a fideszes képviselők tartózkodtak, de gyakorlatilag egyhangúan leszavazták, és sajnos az a méltatlan helyzet állt elő, hogy mivel az eddigi illetménye az alpolgármesternek
ugye nem érte el a törvény által meghatározott 70%-os mértéket, ezért a jegyzőnek fel kellett szólítani a testületet, hogy törvénysértő helyzet állt elő, és még egyszer szavazzanak az alpolgármester illetményéről. Ezt úgy oldották meg, hogy akkor a határozatuk az lett, hogy a polgármesteri illetmény 70%-a az ő illetménye. Tehát nagyon-nagyon méltatlan helyzet alakult ki, és hát nem is titkolták a képviselők, hogy ezt az ő visszavont és általuk visszavont javaslatuk miatti felháborodásuk indokolta, vagy idézte elő ezt a határozati döntést. Nem akarok se nagyobb, se kisebb jelentőséget tulajdonítani annak, ami történt, ezért kérdezem öntől, hogy a hétköznapjait a Ferencvárosi Önkormányzatnak ez mennyiben befolyásolja, mert épp úgy lehet lényeges, mint ahogy lehet lényegtelen. Nekem azért ezen a héten sokszor eszembe jutott, már csak azért is, mert más önkormányzatokról is beszámoltak, éppen Horváth Csabával beszélgetve említettem a Telexet, és azt gondolom, hogy a jövő héten is még téma lesz, valamint mindaz, ami ezzel összefüggésben van, azt az ember ott fogja látni a másik szemében, illetve én ott látnám a szemében, ha szembe jönne velem a folyosón. Hát nézze, én minden nap szembe jön velem a folyosón, és gyakorlatilag egész nap együtt dolgozom a két alpolgármesteremmel, ahogy a hivatali munkatársak. Valójában is. Ezzel itt most róluk mondtak véleményt, vagy ez egy kicsinyes bosszú, aminek ők csak az áldozatai. A kettő egyébként mehet egyre is. Én azt gondolom, hogy mivel megindokolták, hogy mennyire kiváló munkát végeznek egyébként Ferencvárosban, így a bosszúról van szó. Ez a bosszú, ez valójában rajtuk csattan, de alapvetően az üzenete önnek szól. Hát ezt kell, hogy higgyem, igen. Elnézést, ez egy szar helyzet. Hát ez egy borzasztó helyzet, és azt gondolom, hogy az a... Nézze, az alpolgármesterim továbbra is úgy fognak dolgozni, ahogy eddig. Napi 10 órában a szívüket, lelküket beletéve olyan dolgokat létrehozva Ferencvárosban, ami még soha nem volt. Nem csak az utóbbi 10 évben, de egyáltalán. Most felsorolhatnám, hogy a kultúra területén például milyen eredmény, miket csináltunk, milyen eredményeket ért el Dömes Zsuzsanna, felsorolhatnám, hogy milyen kiváló klímastratégiai anyagot állított össze Reiner Roland, milyen módon menedzseli a rábított területeket, de ha ezt elkezdeném sorolni, ez szerintem órákig vagy napokig tartana. Én azt gondolom, hogy őket ez nem befolyásolja, de ez a kicsinyesség, amit itt a saját képviselőtársaiktól, akiknek az ügyeit ők egyébként viszik, akiknek az ötleteit megvalósítják, akiknek a dolgait lefordítják a hivatali nyelvre, és utána az embereknek átadják, ez belük szemben egyszerűen egy méltatlan dolog. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nagyon jól tette, hogy ezt jelezte, és örülök, hogy a mai nap az alkalmat adott arra, hogy erre beszéljünk. Egyetlen dologban szeretném felhívni a figyelmét a hétfői beszélgetésünkről, és én ezt el is mondtam önnek, és e tekintetben visszaigazolást kaptam. Nem örülök neki. Ez a visszaigazolás pedig az, amit én akkor önnek mondtam, hogy olvasva azoknak az embereknek a Facebook vitáját, akik egyébként ebben megszólaltak, vagy akikre én rábukkantam, arra hívtam fel a szíves figyelmét önnek hétfőn, hogy ez náluk többről szól, hiszen meg annyi olyan konfliktusról számoltak be ezen bizonyos ügy kapcsán, amely arról szólt, és ezt én mondtam is önnek, hogy milyen sérelmeket szenvedtek el, valós vagy vélt sérelmeket, ez ügyben egyre megy, az elmúlt két évben, és hogy e tekintetben erre érdemes figyelemmel lenni, nem minthogyha ez egyébként az ön tevékenységét befolyásolnia kelljen, de hogy egy olyan kuktába, egy olyan laboratóriumba, olyan kémcsőbe láthatott ezáltal bele, akarva akaratlan, amely tanulságos a tekintetben, hogy miközben az emberek
egyik arcukat mutatják, közben egy konfliktus kapcsán mi mindenről tudnak beszámolni vadidegen vagy nem vadidegen emberek számára. Lehet, hogy ez önnek nem okozott meglepetést, nekem meglepetést okozott, és az, ami tegnap történt, az ennek a visszaigazolása. Nem azt mondom, hogy én ezt előre láttam, mert ez nem igaz, de erre érdemes odafigyelnie, ami egyébként az ön polgármesteri tevékenységét nem kell, hogy 10-es skálánál 3-asnál jobban befolyásolja, de ez egy erős 3-as. Nézze, én is belegondoltam, nyilván eszembe jutott, hogy lehet egy ilyen következmény is, de én ezt nagyon gyorsan elhessegettem. Oké, önnek ebben teljesen igaza van, így ugyanis hiszen, nem lehet polgármesternek lenni. Hiszen az ő sérelmeik irányuljanak bármire, vagy fakadjanak bármiből, ennek a következményeinek egyszerűen ez nem mehet a ferencvárosiak rovására. Ebben önnek teljesen igaza van. És én azért is vetettem el, mert úgy gondoltam, hogy természetesen ezzel ők is tisztában vannak. Igen, ha tisztában vannak, ha nincsenek tisztában, valójában szinte egyre megy, mert visszamennék oda, amikor ön azt írta, hogy azt mondja, hogy ugye arról volt szó, hogy ez mennyiben tenne rosszat az ellenzék megítélésének, ha ez egyébként bekövetkezne, és hogy ön arra utalt, hogy ezt az üzenetet nem kell, hogy továbbítsa a Ferencvárosi Önkormányzati Testület. Végül is más formában, de mégiscsak leadták ezt az üzenetet, és eszembe jutott az, amit Londonban mondott Márki-Zay Péter, hogy lehet választani a 6 koalícióval való együttműködéssel, amit angolul ő Nightmare-nek, magyarra folytatva rémálomnak nevezett, és azt mondta, hogy hát ezt lehet egybevetni azzal, hogy a Fidesz marad hatalmon, és akkor az emberek eldönthetik, hogy Fidesz vagy rémálom, nem állítanám, hogy a legjobb választási lehetőség. Hát nézze, én ezt nem gondolom ennyire élesnek, de ma reggel nekem is ez jutott eszembe, pont ez a mondat. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Én is köszönöm. Őszintén sajnálom az apropót, viszont hallásra. Minden jót kívánok, viszont.